Szerelem első látásra. A játék, amelyben mindenki párra lelhet. És aki ebben segít, Ámorföldi helytartója, Korsa L. Adolf. Figyeljük! Üdvözlet, szívélyes üdvözlet a jelenlévőknek és az otthon a képernyők előtt bennünket figyelemmel kísérőknek. Szíves engedelmükkel ezt a mai estét egy réges-régi idézettel kezdjük. Valahogy így szól, nincs és nem is lesz ember a Földön, aki a szerelmet elkerülhetné, amíg csak lesz szépség és lesz szemünk, hogy meglássuk. Szép, nem igaz? Meg lehet egy picit rövidebb a kelletén, pláne ahhoz képest, hogy egy bizonyos longosztól való, de hát a műsoridőnk nem kevésbé rövid, úgyhogy már is szólítom az urakat, érkezzenek ők elsőként. Zoltán, nálam numero uno lehet, ez a jelmondata. Zsigmond, azt mondja, hadd legyek a körbe tükröd, és Zsolt, kerék életet élek, állítja. Ez elég vakány és félelmetes. Hölgyeim, tessék parancsolni. Éva az első közülük, azt mondja, sörre özzünk együtt. Mónika a következő, ha nem vigyázol, bekötöm a fejed. És Dóra, rendezzük be együtt az életünk, ezek a jelmondatok, és ezek ím a hölgyek. Zoltán egy nagyon érzékeny úriember, ugyanakkor meglehetősen agilis és realista, vajon hiszel mondjuk az okkult dolgokban ehhez képest? Nem hiszek. Nem? És nem. Mi a lehető legkevésbé szimpatikus tulajdonság másokban számodra? Ha valaki nem őszinte. Az őszinteség, tehát az elsődleges. Igen. Te őszinte vagy? Az vagyok. És az is leszel a mai este folyamán? Az. Ez elengedhetetlen, megkövetelem. Azt mondod, és ez a jelmondatod nálam a numero uno lehetsz, ezek szerint akkor olasz szakos vagy? Nem, ez az uno, ez egy nem tudom mennyire népszerű kártyajáték, ami egy remek szórakozás, de ha valaki nekem első, akkor ő az első. A kártyajáték? Nem a kártyajáték. Nem tudnak követni. Az illető. Köszönöm neked. Zsigmond, mondjuk mibe fektetné a pénzét leginkább? Hát vállalkozásba természetesen. Egy gyümölcsöző vállalkozásba mondjuk kertészkednél? Hát tulajdonképpen a szakmában a valami kerámia dologgal foglalkozom. Mennyire befolyásol a pillanatnyi hangulatod? Hát Dolfi, ez nagyon, ugyanis... Na, valami készül? Ez te vagy. Igen? Nagyon kedves. Én lennék? Mi a terved vele? Hát szeretném neked adni. Nekem? Akkor rögtön meg is semmisítem. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. És ha elmondatod, akkor ezek után már nem biztos, hogy tisztázásra szorul. Azt mondod, hadd legyek a görbe tükröd, erre kell, hogy gondoljunk. Hát igen, nagyon szeretem a karakteres arcokat. Akkor nem értem, miért engem választottál. De minden esetre köszönöm szépen a kedvességet. Zsolt! Ő egy borzasztóan mozgalmas életet él, úgy hallottam. Mi mindent csinálsz? Tanulni kezdtem most, mert rájöttem, hogy mégiscsak tanulni azért kell. Hosszú távúszok, kickboxolok, súlyt emelek, ami végül is, ami jön. És akkor a jelmondat ehhez képest nem tudom. Kerék életet élek, mondod? Belefér ebbe az egészbe, mert mindent szeretek, amiben kerék van. Két keréktől 8 kerékig. Kívánom neked, hogy találd meg a kerék párod. Köszönet az uraknak, sok sikert nekik, és a hölgyek is itt vannak. Persze, Éva, ha minden igaz, akkor van neked egy kedvenc hálótársad is. Ki ő, vagy mi ő? Igen, csak az albumacim. Albumacid? Igazi plüssből való, olyan pici, vagy pedig meglehetősen nagy? Nem, se nem plüss, se nem nagy, inkább kicsi, és elég régi. És a sörözzünk együtt jelmondatod, ez a folyékony kenyérre utal? Nem, ez abszolút nem, ez arra utal, hogy... A barátnőimmel szeretek sörözni járni, de csak színházba, és úgy, hogyha három fiatal jóképű magyar színész fennáll a színpadon. Mert hogy a sör itt úgy íródik, hogy minden egyes betű után egy pont van, tehát ez Shakespeare igen. Összes művei röviden, ez az egyik kedvenc darabod. Igen. Tehát egy színházba járó társ kéne neked elsősorban. Elsősorban. Az urak közül, így elős felindulásból valaki. Jó. Mónika. Maradjunk a rövidített változatnál. Móni kedves, vidám, meglehetősen következetes hölgy. És ő vajon mit szeret saját magában? Hát talán az, hogy vidám a természetem, szeretem boldogságra törni, hogy minél vidámabb legyen az életem. Aha, és mi mást szeretsz még mondjuk magadon kívül te? Hát szeretem nagyon a fagyit, édességet. Ha nem vigyázol, és ez már egy elmondat, bekötöm a fejed. Hogy kell ezt értsük? Hát nagyjából úgy kell, hogy értsük, hogy... Kötős szakmában dolgozom, kötőgépeken. Köszönöm neked, Móni. Vigyázz, nehogy hibázz!
Dóra az, aki nagyon szereti a sokoldalú fiúkat. Urak, forduljatok egy picit neki, hogy minél több oldalatokat lássa, egy kicsikét, de oda jó rendben lesz. És vajon ő szerencsés a saját bevallása szerint? Azt hiszem, igen, mert megvalósult a gyermekkori álmom. Mi légyen az? Oktatok karatéra a gyerekeket. Ó, te karatéka vagy. És milyen szinten űződött a sportot? Az őpszínre gondolsz, akkor barna. Akkor már csak egy lépés, egy picike lépés választ el a feketétől. Igen, azt hiszem. Pedig már a csúcsok csúcsa. Még tovább is lehet fokozni. Igen? Igen. Rendezzük be együtt az életünk, ez a jelmondatod. Hogy kell ezt értsük megint csak? A lakberendezés iránti vonzalom. Szeretem magam készíteni a lakberendezési tárgyakat. Köszönöm neked. Sok sikert mindenkinek, kívánom, mindenki találja meg a neki megfelelő párt ma este. Az első kérdés rögtön így szól. Melyik találmányt törölnéd el az emberiség történelméből? Az egyes válasz a cigarettát, a kettes a buszjegyet, a hármas a késedelmi kamatot. Ennyi az egész. Melyik legyen ezek közül, amit eltörölnétek a színről? Tessék választani. Egyes, kettes vagy hármas gomb, ez az összes lehetőség tehát. Zsolt, van kedved kifejteni? Miért pont a cigarettát? Szóval... Cigarettát. Nagyon, nagyon rettentő, rossz dolog, mikor az ember szembe kerül egy olyan társasággal, ahol dohányoznak, és az áthatható cigaretta füstszagárat belőle ruhájába átveszi, szörnyű. Én nem dohányzom. Úgy érzed, hogy megérdemled a tiszta levegőt magad körül. Igen, igen. Ez jogod van. Móni azt mondja, a buszjegyet törölné el, te vagy dohányos vagy, vagy szoktál blitzelni? Talán az, hogy szoktam blitzelni, és januárban kétszer meg is fogtak el. El is kaptak, éppen rá akartam kérdezni, milyen eredménnyel csinálnak, hogy ezek szerint nem annyira jól. Dóra viszont azt mondja, késedelmi kamatot, neked pedig vannak tartozásaid nyilván. Nem szoktak tartozásaim lenni, de nem szeretek ráfizetni semmire. Még soha nem is kértél kölcsön senkitől? De volt már alkalom, igen. És mi volt a legnagyobb összeg? Nem akarom elárulni. De hát pont azért kérdem, mert szeretném tudni. Köztünk marad. Biztos. Esküszöm. 5000 forint. Csak vigyázz. Csak óvatosan. Köszönöm szépen. A második kérdés rögtön. Barátod macskájáról készült röntgen képen felfedezed, elveszettnek hint, amúgy vagyontérő gyűrűdet. Mit teszel? Egyes válasz. Semmit, ő találta meg, legyen az övé, az állatoknak is vannak jogai. A kettes válasz. Azonnal megműtetem és kivetetem a gyűrűt, neki is jobb lesz így. És a hármas válasz. Nem vagyok zsugori, de a családi erekjékre igenis kényes vagyok. Megkérem barátomat, amint valamilyen formában előkerül a gyűrű, adja vissza. Választhatok kérlek benneteket ezek közül? Csak 3 választási lehetőség van. Tudom, hogy lenne akár jobb is mindenkinél. Nagyon egybehangzóak ezek a válaszok. Azt kell mondjam, Éva például mégis milyen formában kerülhet elő ez a gyűrű? Hát, hogy anyag nem vészel, csak átalakul, gondolom ezért. Ne, ez egyetlen, vagy elő, vagy hátul. Igen, tehát mondjuk rendszeresen megkérd a barátodat, hogy kutass át az almot, vagy pedig... Természetesen. Ez egy járható út szerintem is. Igen. Amíg nem neked kell turkálni benne. Hát a... Lényeg, hogy meglegyen. Pontosan. Köszi. Zsigmond! Ő azt mondja, semmit nem tenne, a macsek találta meg, legyen az övé, az állatoknak is vannak jogai. Hát persze, ez természetesen így van, de aztán idővel majd csak az enyém lesz. Köszönöm szépen. A harmadik egyben utolsó kérdés a mai este folyamán. Figyelem, még egy utolsó lehetőség megtudni valamit a másikról. Hogyan viselkedsz, amikor a zuhany alatt meghallod, hogy csörög a telefon? Az egyes válasz. Nyugodtan folytatom, mármint a fürdést. Ha fontos hívás volt, úgyis megismétlik. A kettes válasz. Kivágódok, és még ha a lakás elázik is, a telefonhoz csörtetek, nem szeretnék semmiről sem lemaradni. A hármas pedig, majd a komornyik, illetve a házvezetőnő kinyitja. Választhatok, kérlek benneteket ezek közül. Egyes, kettes vagy hármas. Zoltán az egyest választja. Nyugodtan folytatod. Nagyon, igen. Ha fontos hívás volt, úgyis megismétlik. És mi van akkor, hogyha mondjuk egy számodra ez idáig tökéletesen ismeretlen nagybácsi után örökölsz, és az ügyvédje hív Amerikából? Általában, hogyha zuhanyozok, akkor mellettem van a kis telefon, ami ilyen drót nélküli telefon. Kivételesen nem volt melletted az a bizonyos kis telefon, hanem bent van a szoba leghátsó pontján. Akkor mi van? Hát ha tényleg fontos, akkor tényleg fognak hívni. Ő nem fog többet. Egy amerikai ügyvéd nem hív fel, azt hidd el nekem. Vagy lesz pénzem máshogy. Kívánom, hogy úgy legyen. Illetve Móni... Azt mondja, komornyik vagy házvezetőnő, neked ilyen jól megy, Móni? Nem, hanem mindig van otthon rajtam kívül valaki, tehát valaki csak fölveszi azt a telefon. Lehet, hogy jó lenne, ha jól menne. És ha minden jól megy, és
ha már itt tartunk, ha minden jól megy, akkor a választások következnek, ugye mindenki tisztában van vele, kit szeretne magának, először is a hölgyeknek kell eldönteni, ki az, akit szívesen megszereznének. Három kitűnő úr, Zoltán, Zsigmond és Zsolt személyében, 1-es, 2-es, 3-as balról jobbra, ez jelöli őket. A szavazatokat leadták a hölgyek, uraim, rajtatok a sor, tessék parancsolni, Éva, Móni és Dóra, ugyancsak hárman vannak, a számok is ugyanígy sorban jelölik őket. Folytassuk hát azzal, ahogy megszokhattuk, hogy már annyian várunk, amely valamelyest a játék csúcspontja, a választás. Rögtön ezután ez következik majd. Szerelem első látásra. A játék, amelyben mindenki párra lelhet. Ha fiatal, ha független, ha szeret ismerkedni, ha szeret nyerni, ha szeret utazni, és persze, ha jelentkezik. Fényképes bemutatkozó leveleket az 1438 Budapest Postafiók 481-es címre várjuk. Első látásra. Hamarosan kiderül, hogy ma este kiket talált el Ábor Mila. Mindenki kényelmesen, mindenki meg van elégedve a helyével. Vajon ezek a helyek, ezek a helyzetek módosulnak-e? Magyarán fel kell-e majd állni valakinek a hölgyek közül, illetve az urak közül mindjárt kiderül. Kezdjük Mónival a sort. Az ő választása érdekelne bennünket először is. Zsigmond, és hogy mi fogott meg benne, azt elmondod nekünk? Hát, mert a képről nézve van humorérzéke, tud rajzolni, ami nekem lemaradt a részemből, rajzolni egyáltalán nem tudok, és szimpatikus. Hát, ha megtanít majd. Nos, Zsigmond, kit tanítana meg szívesen rajzolni? Lássuk az ő választását. Igen! Te vagy az, Móni. Jól kezdődik. Zsigmond, hallgatunk. Hát három gyönyörű lány közül kellett választanom, nagyon nehéz volt a választás. Azt hiszem, hogy az ő karaktere annyira megmaradt bennem, hogy ihletet hozott, és próbálom a legjobbat kihozni belőle, és úgy szintén viszont... Hold, Zsigmond, kérlek rá! Dórával folytassuk, javallom. Neki vajon, ki az ideája? Zoltán! Az indokokat, hogyha hallhatnánk. A műsor elején azt mondta magáról, hogy őszinte, és én ezt pozitív tulajdonságnak tartom. Nagyon kevés dolog van, ami fontosabb ennél. Talán csak egy valami, hogy kit választott Zoltán. A te szempontodból, testadóra. Lássuk. Az őszinteség gyümölcse, őszinte választ vár a kérdésemre. Miért? Megragadott az, hogy olyan nyugodt. A küzdősportból következtettem erre, hogy van benne egy ilyen nyugodtság, és érdekelnek a küzdősportok. Majd ő küzd veled, hogyha kívánod. Éva következik. Lássuk, ki a nagy ő. Zsolt, aki még nem kelt el, biztató. Éva. Nagyon hasonlít egy régi szerelmemre. Ó, egy régi szép emléket idéztem fel Évában. Nem tudom, ez mennyiben jó. Mert mi van akkor mondjuk, hogy a további elvárásoknak már nem tudsz megfelelni? Persze csak akkor vetődik fel a kérdés okkal, hogyha Iva választottad. Ki az? Lássuk! Igen, Iva! Tessék parancsolni! Nagy az öröm, de még egy pillanat, Zsoltot meghallgatjuk azért. A sört nem nagyon szeretem, de hiába vagyok motoros, a sört nem nagyon szeretem, viszont színházban nagyon szeretnék elmenni valakivel, aki alkalmas rá, és ő mivel a sört szereti, a színházba szeret járni, hát így lehet, hogy mi tényleg egy tökéletes pár leszünk. A sör és a színház is összejöhet, a ti esetetekben pláne, parancsoljatok, keressétek meg egymást, mindenki a magához illőt. Nyugodtan, kijár nekik a taps, kérem szépen. Három pár ismét. Kezd trendjelleget ölteni a dolog. Azért ültem ide, tudnatok-e, mert olyan szomorúak és magányosak ezek a székek innentől kezdve, viszont két CD-vel, vagy akár négyel is több marad nekünk, majd én elhallgatgatom őket.
Nektek pedig javallom, lakjatok jól, érezzétek jól magatokat és egymást, ismerkedjetek össze minél alaposabban, mert mindenkitől számon fogom kérni. Irány a Kaszkád étterem, kitűnő étkek. És italok is persze. A Boldogság kapuján állt a köszönöm jelenlétet! Hogyan tudnám viszonozni vajon Zsigmond kedvességét? Valamit ki kell találnom legközelebbre, majd összekapom magam. A CD-k tehát maradnak itt nálunk. Köszékek a jelenlétért, nagyon kellemes volt veletek. Viszlát, mi pedig folytassuk.